Mindenek előtt együttérzésemet és részvétemet szeretném kifejezni Andy Vajna halála miatt. Ismertem, igazi stratéga volt, kitűnő szervezőkészségét és nagy kapcsolatrendszerét a magyar film szolgálatába állította. Legyen neki könnyű a föld. A Magyar Kultúra napján az MSZP nevében is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a magyar kultúráért, a magyar kultúra különböző területein dolgoznak, a művelődési házak dolgozóitól, a levéltárak, könyvtárak világán át, a színházakig, a képzőművészettől, a múzeumokig. A köszönet már csak azért is megilleti őket, mert a én megítélésem szerint a kormány politikája nem segíti az értékőrző és értékteremtő tevékenységüket. Mióta önálló magyar kormányzat és önálló magyar közigazgatás létezik, ennyire széttagolt és tudatosan szétaprózott sohasem volt a kulturális politika területe. A műemlékvédelem és a régészet a miniszterelnökségnél, a külföldi magyar kulturális intézetek a külügyminisztériumnál, a film egy külön kormánybiztosságnál, a kulturális beruházások miniszteri biztosnál, a közművelődés többségében pedig egy népfőiskola irányítása alatt tevékenykedik. Ahogy nincsen egységes szerkezet, úgy nem látszik egységes koncepciószem, tervezés helyett lobby csoportok erőjátéka zajlik. A kultúra területén is világosan megmutatkozik a kormányzat egyik legjellemzőbb vonása, az autonómia ellenesség. Minden gyanús, ami nem központosított. Minden zavaró, ami önálló, minden problémás, ami alternatív. Nem azért szűkül egy másik területen az oktatásban az alternatív iskolák köre, mert nem színvonalas, hanem mert eltér az államosított szabványtól. Ugyanez zavarja a kormányt a Magyar Tudományos Akadémia és intézményhálózata esetén is. Tévedés azt gondolni, hogy ez a tudomány jövőjéről szóló vita. Az zajlik, hogy a kormányt zavarja, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának önállósága, autonómiája van, ahogy ez volt a fő probléma a kulturális TAO-val is. Nem az összeg, hanem az zavarta a kormányzatot, hogy az adózó saját döntése, saját autonóm elhatározása juttatta a forintokat a kulturális intézményekhez. A kulturális TAO megszüntetése gyorsan ment, hogy mi jön helyette, az annál lassúbb. Hetek, sőt hónapok telnek el, és csak hírek vannak. A Kulturális Bizottság utolsó múlt évi ülésén a kormányzat, illetve a többségi frakciók képviselői semmilyen hivatalos álláspontot nem tudtak arra mondani, hogy mi lesz. Hírek szerint valamiféle kormányzati bizottság döntene majd az elosztásról. Én ezt a bizottságos dít nem támogatom. Először is a módszer miatt, a módja miatt, másodszor azért nem, mert lehet látni, hogy a kulturális célú felajánlások összege az adózók akaratából évről évre folyamatosan nőtt. A társasági adó kulturális területre történő adományozása nem egy meghatározott összeg volt, hanem ahogy haladtak előre az évek, úgy nőtt az összeg, és minden okva megvan annak a feltételezésére, hogy ez a jövőben is így folytatódott volna. Ezért nem az a durván 32-35 milliárd forint a viszonyítási összeg, ami a legutóbbi, hanem egy folyamat, és minden ok megvan arra, hogy a következő 2019-20-as évben ez elérte volna az 50 milliárd forintot. Itt azonban egy statikus, a mindenkori költségvetéstől függő keretről lenne szó, amit ez a bizottság eloszt. Így a növekedésnek még csak a lehetősége sem reális. De az is lehet, hogy ez a hír, ez csak egy átmenet, egyfajta csel,
amely aztán végeredményként beépül a költségvetésbe, vagyis az önrendelkezésnek, az autonómiának a nyoma sem marad. Ehelyett én teljesen mást javaslok. Hogyha a törvénnyel a kulturális TAO-t eltörölték, ugyanakkor láthatóan ennek helyébe alternatívát nem tudtak állítani, csak kósza elképzelések vannak, akkor én egy teljesen más, ettől eltérő javaslattal kívánok élni. A kultúra finanszírozásának ugyanis többféle módja létezik. A költségvetési támogatásom és a vegyes állami vállalkozói szféra közös finanszírozásán túl az általános adóterhelés kérdésköréig. Azt javaslom, hogy a kormányzat a kultúra érintett területeire csökkentse az áfát 5%-kal. 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, ma a 30. évfordulója van ennek, 30. alkalommal ünnepeljük a magyar kultúrát. Azt javaslom, hogy tegyük emlékezetessé együtt ezt az évfordulót. Azt javaslom tehát, hogy a színházak esetében a komoly zenei, jazz és könnyűzenei koncertek esetében és a múzeumok állandó kiállításai esetére Magyarországon az áfa kulcs 5% legyen. A mi kormányzásunk idején mi csökkentettük a könyvek áfáját 5%-ra, aminek kimondottan pozitív a tapasztalata, még a jelenlegi kormány sem nyúlt hozzá és nem törölte el. Értelemszerűen ez a könyvpiacra pozitív hatást gyakorolt. Az említett területeken, amit most javasoltam, a mi háttérszámításaink szerint az áfa csökkentése a központi költségvetésnek nem kerül többe, mint az előbb említett TAO összeg. Magyarul igazából a központi költségvetés terhelése ezáltal nem változik, nem haladja meg azt az összeget, ami TAO esetében kiesett. Viszont az áfa csökkentés kiszámítható, tervezhető, mindenki, minden érintett, és természetesen a kultúra fogyasztói számára is pozitív. Növeli az ország versenyképességét. Számos esetben hallottam, hogy mai világsztárok koncertjeinek szervezése azért áll meg Bécsnél, mert Ausztria, illetve Bécs esetében ez a jelenlegi áfa különbség igencsak tetemes. Ez Ausztriában a kultúra esetében 10%, magyarul 17%-kal magasabb lenne egy hasonló világsztár koncert megrendezésének ilyen költsége Budapesten. Ezért ezzel a versenyképesség a kultúra területén is növelhető. Hasonló a kérdés természetesen a komoly zenei koncertek esetében, a színházak esetében, ahol az esetek meghatározó és döntő többségében hazai, hiszen magyar nyelvű előadásokat leginkább magyar nézők tekintenek meg. Épp úgy a színházak esetében tervezhetőbb, mint a színházlátogató közönség számára előnyös. A múzeumok állandó kiállításaira ugyanez érvényes. Mindezt a Magyar Kultúra Napján úgy tehetem, hogy a 2020-as évre szóló költségvetési és adótörvények még nem kerültek beterjesztésre. Magyarul a kormányzatnak lehetősége van annak mérlegelésére, hogy ezt már az alapjavaslatba terjessze be. Értelemszerűen mi a parlamenti vitában ezt képviselni fogjuk, de még szerencsésebb lenne, hogyha a javaslatot az előbb említett költségvetési háttérszámításokat is figyelembe véve megfogadnák, és így Magyarországon 2020-tól a színházak esetében a 2020-21-es évattól kedvezményes 5%-os lenne Magyarországon az áfa kulcs. Ez állítom, hogy nem költségvetési, hanem politikai, kultúrpolitikai kérdés. Hogyha megvan hozzá a kellő belátás, és annak a tapasztalatnak a felhasználása, amelyet mi annak idején
a könyvek áfa csökkentésénél közzétettünk, akkor ez reális, előnyös mindenki számára, a kulturális intézmények és a kultúra fogyasztói, élvezői, a nézők számára is megfelelő. A Magyar Kultúra Napján 2019-ben azt gondolom, hogy méltó dolog erről nem csak beszélni, hanem megvalósítani. Ha kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban, szívesen várom önöket. Parancsoljanak. Tessék. Igen, de a kettő az nem váltja ki egymást. Továbbra is fenntartom azt, hogy a kultúrán belül a közművelődés van a legmostogább helyzetben. A közművelődési dolgozók bérezése, általában a kultúrában dolgozók bérezése messze a teljesítményük és az elvárható szint alatt van. Az tehát, hogy a közművelődési dolgozóknak a béremelés, ami egy folyamatos és értelemszerűen messze az inflációt meghaladó mértékű legyen, az nem alternatívája az áfa csökkentésnek, amiről most beszéltem. Magyarul az a korábbi javaslat, amit megfogalmaztam a bérkérdésbe, az nem váltja ki ezt, illetve fordítva. Parancsoljon! Kérdezzen! Én más esküvőjén, főleg olyan esküvőn, amin nem vettem részt, nem kívánom kommentálni, sem azt, ami nappal történt, sem azt, ami éjszaka. A szövetségi politika nem esküvőkön dől el, következésképpen az, hogy az a helyzet, amit a kormány kialakított az ellenzék számára, milyen akár kényszerű megoldásokat hoz, nem gondolom, hogy egy esküvő befolyásolja. Mind a mellett egyáltalán nem tartom ízlésesnek, hogy a magyar politika bárkinek. Én tőlem nem túlságosan sokszor hallott a Fidesz, illetve a Jobbik politikájának dicséretét. Ezen túl se fogja. De egyáltalán nem tartom ízlésesnek, hogy bármely ember esküvőjén csámcsog a magyar média. Kimondottan nem tartom megfelelőnek. Köszönöm szépen!